Próbálom levenni a játékhangot. Sziasztok! Hello újra! Az hol kell? A zenének szeretném a hangját levenni, mert le fog tiltani minket a YouTube. Race sound. Na, üdvözletem mindenkinek, sziasztok! Nem tudom, hol kell levenni a... Sound menü. Menü sound effects, nem? Szerintem ez az. Ez kurvára nem egyébként, csak így mondom. Na jó, mindegy. Üdvözletem újra mindenkinek, sziasztok! Gondoltam, a maradék kis időt eltöltjük itt a Gran Turismo 7 világában. Na, itt vagyok. Még azért megvárjuk a többieket egy kicsit. No. Amint látjátok, az összes helyszínt azóta kilokkoltam. Van egy pár autóm, illetve van már 1 millió pénzem. Tehát most már minden aktuális dolgot megkaptunk, a multiplayert, tudunk tuningolni autót, tudunk rá felnit, mosatni színt, garázsba meg tudom nektek mutatni, milyen autók vannak, majd mindjárt megmutatom. Legendás autókat tudunk venni, tudunk online versenyt menni, tudunk használt és új autókat venni, itt van a kettő, itt a kávézóval kapjuk a feladatokat, itt vannak a versenyek, a jogosítvány, vannak missionök, amik kurva nehezek, és itt meg lehet nézni ilyen showcase-be ugye az autókat, hogy mégis mik azok, amik vannak. Viszont a zenét az kurvára ki kéne kapcsoljam, és valaki segítsen, hogy az hol lehet. Szia, Dávid! Mert nem szeretném, hogy ez miatt tiltásos legyen, mert itt van. Sound. Menü BGM. Ez az, bazd meg, megvan. Aj, végre, a BGM az. Tehát akkor Play Race BGM. Race BGM. Azt is levesszük nullára, jó? És ezt berakjuk 8-ra, így. Na, köszönöm, megvan. Tehát akkor BGM. Na, megmutatom az autókat, ha már itt vagyunk. Hova megyek? Garázsba. Idáig ezeket sikerült megszereznem. Ez most a jelenlegi gépjárművem. De megmutatom nektek az összeset. Itt van a... Várjatok, bocsánat, nem itt kéne. Valahol meg lehet nézni az összes autót. Várjatok. Tudom, garázs. Michael. Valahogy így szétbontva, tehát nem így szeretném látni az autókat, hanem másik fajta nézetből. Így. Na, tehát. Itt 45 autón van. Szeva, ciao. Tehát 45 autót sikerült már beszereznem a játékban. Itt láthatjátok őket. Hát itt van, most nem sorolom végig, de azért láthatjátok, vannak amerikai dögök, vannak itt szépen sirokkó, tehát azért lehet látni, van. Van már járgány, van Samba busztól kezdve Porsche-nk, van Jeep-ünk, GT2-es, 3-as, 1-es autó, és ennyi. Tehát ennyit, amennyit sikerült idáig megszereznem, de nem is nagyon dumálok tovább, nyomjuk a versenyt, és akkor... Majd látjátok, hogy mi következik most. Megyek ismét a kávézóba, ahol azt mondja, hogy vennem kell az autóra egy szárnyat. Tehát az a mostani feladatunk, hogy tuningoljuk az autót a GT autónál, és vegyünk rá egy custom winget, tehát egy saját általunk szerkesztett hátsó szárnyat. Tehát ez lesz most. Tehát nézzük az én szerkesztett szárnyamat. Fú, de jó lesz, bazd meg. Na, hát akkor erre a fostalicskára, de ezen van szárny, na mindegy. Nézzük meg. Ide kell jönni, azt mondja.
és hát vannak ilyen feladatok is, és itt a custom parts-nál a szárnyakat, na hát azt mondja, hogy ez a típus 7, szárny mérete médium, nézzük meg milyenek vannak. Megnézzük a legtutibbat. Hát sokat nem változik, így megmondom őszintén nektek. Hát valamiért veszünk rá. Én nekem ez itt tetszett, ez. Vagy ez. Ez ilyen dizájnosabb, egy ilyet megveszünk. Type 19, 1500 pénz, köszönjük. De várj, valami nem jó. Igen. Mi a baj? Igen. Várjatok, valami nem jó. Szárny. Én nekem kéne customizálni egyet? Hát de... Most baszódja. Már elnézést, de... Hát most mi a baj? Valamilyen nem jó. Azt mondja, menu book complete. Ja, kész, sikerült, azt mondja. Akkor csak befagyott. De figyeljetek, már befagyott a game. Valami nem jó. Jó, vannak ilyen érdekes dolgok, de már sikerült. Hát nagyon nehezen szerelték föl. Én rossz helyre mentem, bocsássatok meg. Ja, itt a Tomás. Mert én egyébként a Tomi miatt gondoltam, hogy Gran Turismozzunk az elmúlt kis időben, jó? Köszönjük. Kész. Adjál itt a pénzt, vagy valamit. Jó. Oké. Okay. Jó. Tehát elmagyarázza, hogy a szárnyakat azért veszik az autóra, hogy jobb leszorító erőt érjünk el. Na, jön a utolsó, az Ázsia-óceánia bajnokság lesz. Itt két futam lesz, ez biztos. Ott kell részt vegyünk, és azt kell megnyernem. Valószínűleg ezzel az autóval fogunk menni. És hú, de jó baszki, oda néz. Már várját, ezt megnézzük. Ez a bajnokságnak a felvezetője. ABT tuning. Akkor ez egy Audi. Vagy AMT, bocsánat, akkor nem Audi. Itt a Toyota. Szép, szépek a vasak. Baszki, hát azért vinném valamelyiket, teljesen mindegy szerintem, nem? Úgy választanátok ti is egyet így a felhozatalból. És hol az én vadállatgépem? Jó van, mi ez zene? Na, induljunk most már. Ez nagyon felvezették ezt a bajnokságot. Ott az a háttérben az a kék, nekem második balról az nagyon kéne. Úgy így megmondom nektek, szia, hello, üdvözletem újra. Öt néző jelenleg, jó napot kívánok. Na, figyeljetek ide, nyitunk egy kártyát. Kurvára remélem, hogy végre, elmagyarázom, soha nem kaptam még autót ezekből a kártyákból. Ez egy három csillagos lesz. Nézzük, mik az esélyek. Na, drukkoljatok, hát ha most. Élőben sikerül. Arajrúd, takarok! Állj már be! Hát nézzétek meg, a legszarabbat adja oda. Hát most ez komoly? 5000 pénz. Tehát bármelyik másnak jobban örültem volna, mint ennek. Mindig így van. Ez egy... Fú, nagyon nehezen adja. Úgy, mint a... Tehát a Gran Turismo 6-ban legalább adta az autókat. Itt kurva nehéz autót nyitni. Na figyeljetek, megyünk a bajnokságra, itt van. Mivel kell menni? Azt mondja, japán vagy koreai autó, nemzetközi A jogosítvány megvan, három pálya lesz, nem is kettő. Jó, megyünk a GTO-val. Üdvözletem mindenkinek, aki becsatlakozik. Hi everyone, this is Hungarian channel, my name is Norbert. Na, toljuk srácok. Vagy se toljam én. Na, itt a felhozatal jobb oldalt láthatjátok, ugye Impreza, GTR, na, műjön meg a neveket, na mindegy, indulok. Három kör lesz. Az autóm 546 pp-s, 600 az előirányzott.
Tehát én, az enyém azért az előirányzottól egy kicsit gyengébb, de viszont kurva jó olvas. Figyelj, ja, így irányítom, csak mondom. Na go! És innen fogjuk nézni. Oké, ja, láthatjátok is, hogy így irányítom. Én így szeretem. Lentülünk az úton. És már érzem az autót, a pályákat is. Az irányítást is. Nem leszek szar. Addig concentrate. Megesszük őket, srácok. Hányan vannak? 20-an. Az igen, azért nem lesz az egyszerű. Csak meg se derjük a kanyarba. Itt mi egy gyors lagjék. Oda berakjuk. Ez szép volt. Elég szépen vezetek, nem? Bentről nehezebb lenne. Tizedik vagyok egyelőre. Egy kicsit el kell engedni a gázt. Itt padló, és akkor majd lesz egy jobb hármas kanyar. Itt is egy kicsit elengedjük. Ez az. 210-zel. Hát nagyon üveghangon megyek. Hoppá! Baszki, elkurtam. Ó, egy kicsit kis hotrodtunk. Van ez így. Visszaestem a tizedikre. Jó, azért nem lesz olyan egyszerű ezt megnyerni. Oké. Okay. Három kör alatt kell ezt megtennem. Hát egy kicsit kéne tuningolni még az autóm. De mindegy, megpróbálom így, legyen izgalmas. Nem szeretem azt, hogyha ilyen fényévekkel nyerek. Ez így nem jó. Közel volt, na jó, van itt a boly. Ó, nem érem őket utol, hallott szélárnyékba. Ott van, gyerekek. Betesszük. Oké. Okay. Jó, itt vagy az ötödik helyen, és még van ez a kör, meg a következő. Szép ez a Mazda itt előttem. Vagy Mazda egyáltalán? Én nem, Nissan, bocsánat. Skyline. Ilyen kifogó van rajta, azt a kurva élet. Aha. Azért nem érem őket utol, várja. Ez jó verseny lesz. Szélárnyékot kérek. Oké, kihasználjuk a pályát maximálisan. Nyomkodom a gázpedált neki, gyerekek. Itt vagyunk a harmadik helyen. Megeszem őket, mondtam én. Most a chat falat nem nézem. De jó, ez most izgalmas. Hoppá. Kicsit elvesztettem az irányítást. Ez egy szar rész itt. Nem fog tudni előzni. De hogy nem, ott a szűken. Ez az. Jó, és akkor már csak őt kell utolérni.
Oké. Okay. Hú, az halad, azért nem egyszerű utolérni a srácot. Figyeljétek. Subaru-val itt előttem. Foros lesz. Amíg a szélárnyéba. Megpróbálom kifékezni. Basz meg. Hát mondjuk egy csúnya volt, gyerekek, de hát így muszáj nyerni kell. Még ebbe a kanyarba egy kurva sokat hozok. Úgy olyan bénák. Annyit elárulok, hogy hát nem expert módon játszok, hanem egy-egy gyengébben. De így is azért látjátok, hogy lehet küzdeni. Tehát lehet hibázni. És ha ismerem a pályákat szépen, a japán pályák ezek bejönnek egyébként is. Közel volt a fal. Itt vannak a gumidarabok a pályán, látjátok? Tök jó. Így néz ki a vasunk. Úgy szeretem egyébként, hogyha így nem szeretek vezetni, hiába, hogy látjátok az autót, meg így is lehetne. Én meg nem érzem az oldalát. És így szarabb köröket megyek. Mint egyébként, én így érzem leginkább, srácok. Ennyi volt. És akkor cél egyenes. Még két futam. És megvan ez a bajnokság. Ott a kockázászló. Kész. Na. Megpörgettem az autót. Na, 3 másodpercet vertem, mi azon óra. Úgy, 25 000 pénz, az nem rossz. Tysonka? Itt nyújtózkodik mögöttem, nagyon nagy arc. Na, első futamunk az fasza. Oké. Okay. Visszajátszást vissza lehet nézni, de hát gondolom azt titeket nem érdekel. Fölösleges, menjünk a következő versenyre. Ami ugyanez a pálya, csak visszafele, ha jól azt hiszem, ha minden igaz. Tyson, de nem megyünk még, nyugi. Nem. 3 különböző pályán fogunk menni, ez a Fuji Speedway. Ha jól látom, igen, a Fuji Speedway, ez a hivatalos Form 1-es japán pálya. Köszi szépen, Tomi. Örülök, hogy itt vagy. Hát figyeld, itt is megpörgetjük. Egyébként most nézem, hogy mi az utolsó helyről indulunk, ami jelen pillanatban nem látom, hogy hanyadik a facecam-tól, de szerintem 20. Nem, 16. Bocsánat, ott van bal fölül. 16. helyről indulunk. Tehát az utolsó hely, és brillírozni fogok. Vizes az aszfalt, jól látom? Nem szeretek lögdösődni. Na. Ezeket simán megeszem itt az elején. Nézzetek, hogy milyen gyorsulás van a gépen. Pedig sokkal gyengébb. És ez nem is a hivatalos Form 1-es. Mert az nem ilyen. Külsőjében elmegyünk. Annyira nem durrog az autó, nem tudom, nektek jól szól egyébként az autók a hangja? Szerintem igen, csak nekem van a fülem bele halkítva. Hol vagyok? 10. Nagy kanyarit figyelnem kell.
előbb szoktam fékezni, mert ez egy buzi pálya. Bocsánat. Csak japán autók, tehát ezen most nem kell meglepődni, nincs egy rohadt BMW. Hoppá, bocsánat. Ez most az ázsiai bajnokság. Jó, szépen kell fel a nap. Na mi van? Na akkor jó, fasza. Fasza. Igen, de ennél figyeld, ennél így is szoktam, igen, én is, de most ezt az aszfalton szeretek ülni. Később fékeztem, de még jó lehet. Jó is volt. Jó hangja lett a Verdának. Adok rá egy kis hangot én is a fülemre. Kurva jól néz ki ez a Verdai. A 150 körül lehet bevenni ezt a kanyart. Ez a baj, marhára izzad a kezem közben. Srác. Itt van mindenki egy rakása. Hopp, 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 hopp. Szendvics. Kis Honda, mi? Figyelj, miért lép hallod? Nem ezt akartam megnyomni, vissza akartam nézni. Utolsó kör. Ezt meg kéne előzni azt a kettőt. Kilőtték egymást, láttátok? Sárga autóvezetője az elég durván nyomta. Mi az omó? Egyébként képzeljétek el, van most lesz Gran Turismo bajnokság élő a YouTube-on, itt a YouTube-on. A nemzetközi Gran Turismo bajnokság. Ugye ezekkel a hivatalos emberekkel, akik itt most gépi ellenfélként szerepelnek, ők fognak versenyezni, és meg lehet tippelni, hogy ki fog győzni, és ki lesz például a márkáknak a bajnoka, úgymond. És képzeljétek el, én megraktam a tippemet, ezt a második helyen, vagyis itt ez a Miyazomóra tippeltem az egyiknél, a másiknál meg a Blazsán Patrikra, mert azért csak egy magyar is részt vesz, és hát remélem Patrik lehozza a gyártók versenyét, megnyeri, és ha én ezt eltalálom, akkor annyi az egész benne, képzeljétek el, hogy 1 millió játék kreditet kapok. Tehát ennyit lehet ezzel elérni. Hogy az ember eltalálja, jól tippel esetleg. Hát majd remélem, hogy azért sikerül. Hát ezt a célegyesbe fog eldőlni, gyerekek, ez a verseny most. Gyerünk, nyomjuk le! Bazdmeg, nem érem utol, hallod? Az igen, második leszek. Nem megy a szarom. Hát ez elmegy a maka. Hát ez egy második hely. Hú, baszki.
nagyon helyes, Tomikám, nyomjad neki. Na figyeljetek, az első verseny első lettem, itt második. Hát nem megy jobban a vasam, de nem sokkal maradtam le. A Supra az odabaszott. Nem baj, jó ez. Összesítettben első vagyok. Pénzbe kevesebbet kaptam, 15 ezeret. Tehát eddig 22 ponttal vezetem a kis bajnokságot, és jön az utolsó. A pénz az nem kell, nem számít. És jön az utolsó, srácok. Na nézzük. Ja, ezt most nem nézzük. És irány az utolsó verseny. Várjál már, most mi van? Ja, ez a mostani verseny. Jó van, már megijedtem, én vagyok, én mondom második. Hát az lettem. Na figyeljetek. Harmadik. Mount. Na mindegy, úgyis kiírja mindjárt. Igen, automata a váltó, hát ennyi gombot nyomjak. Azon van. Na, tehát üdvözletem a Mount Panorama verseny. Hú, bazd meg ezt, az annyira nem szeretem ezt. Na, kössétek be az öveiteket. Indulunk. Úgy be fog sötétedni, már látom. Tesszük, ne szaladjál a tévé előtt, mert az most kurvára fog zavarni. Hú, ezt tudom melyik pálya. Na, ezt annyira nem szeretem, ez egy kurva vékony pálya. Elég trükkös. Itt nehéz lesz megszereznem az első helyet. Nem is úgy megy az autó, hogy kéne. Végtávon beesek. Tisztán úgy néz ki ez, mint egy BMW itt előttünk. Ez a Toyota. Sötétbe az a pálya, hát kapja be, bazd meg, komolyan. Nappal is utálom, nem azt a sötétbe. Hoppá, hoppá. Így fogom én ezt. Kifékeztük a kanyarba. Jó, megvan a 11. hely. Tyson kamarad. Vagy már valamerre? Azt a kurva! Nem nagyon engednek el ám, amit láthattátok. Tizedik még mindig? Fasza! Ez élmény lesz. Hát, nem tudom. Három körös ez is, ha meglátjuk. Tizedik vagyok. Jó, mondjuk itt most sokan vannak együtt, ha jól látom. Mennyivel vagyok elmaradva? Pont nem látom. 13 másodperccel az első helyzettől. Azt kell behozni. Fasza, mi? Hát két és felet javítottam, tehát az nem rossz. Azt meg ott 6 félre kell, ez az. Ez
Végére sötétbe fogunk menni, kurva jó. Fölfelé azért szerintem tudok rajtuk hozni. Az meg, jobban kéne menjek, lehet. Tyson! Nézd be! Verseny közben ilyeneket nem lehet csinálni. Hoppá! Tyson! Na, a macska már menne. És már besötétedett. Észrevettétek. 8. vagyok, és még van még egy kör. Bassza meg! Tyson, fejezd már be! Csit. Nem! Hadd vezessek, várja. Hogy vezet, levegyek a pályára. Gyerekek, szétszövi a lakást a macska. Nehogy már itt basszam el az utolsó versenyt, meg hülyét kapok. Jó, izgalmas itt a vége. Baszki! Hallod, de bérem őket utol. Figyeld, ez is elment a picsába. Az emelkedős pálya, aztán nincs erő az gépjárműbe. De ezt a fejezd már be, mert most már nyakon verlek. Jó, besötétedett, ez már biztos. Szűken elmegyek. Jó, a második hely is, csak legyen meg. Négy másodpercre az első. Fasz, nem látok már semmit. Remélem ő se. Bozd meg! Elkurtam! Gyerünk lejtő lefele, jobb leszek. Fú, de kurva sötét van, rohadjon meg! A fejből kell nyomni ezt a pest. Mit láttok? Hát én semmit, bazd meg! Hogy elment, hallod? Köcsög, álljál meg! Úgy tett, lenyomom. Nem nyomtam le, faszomba. Apád! Nem megy a szar! Kurva élet! Nem baj, jó volt. Szerintem megnyertem a bajnokságot, és itt az a lényeg. Kétszer lett a köcsög első, én meg egyszer, de egyszer meg azt hiszem harmadik lett, mert 7 pontot kapott. Na most meglátjuk. Megint 198 ezeret, hát az mi? Semmi. Ennyi volt a legjobb kör, igen, de nézzük, nézzük. Második, az összesített érdekel. Ott van első, egy ponttal nyertem, egy ponttal. 32 ponttal.
Én lettem az első. Ez a lényeg, megvan, megnyertem. Hát na, ez azért kemény volt. Hát igen, lehetett volna tuningolni még az autón. De szerintem ez így volt izgalmas. Ez így volt izgalmas, 50 ezerért, köszönöm. Kaptunk, na, figyeljetek srácok, három autó, láttátok, három autó közül lehet választani. BMW volt az összes. Gyorsan írjátok meg, melyik kártyát válasszam. Első, középső, utolsó, tehát 1-es, 2-es, 3-as, gyorsan a chat falat bombázzátok, azt megvárom, jó? És remélem ugyanazt írjátok így négyen, akik itt vagytok. Ez most egy ilyen lesz, ti választotok autót nekem. Ezt így meghagyom nektek. Én eddig mindig a jobb, tehát a utolsót, a harmadikat választottam. Abba voltak szinte a legjobb autók. Volt már a középső is egyszer. Abban is, hát viszonylag jó autó volt. Ebben az, hogy E30, hát mondj egyet. 1-es, 2-es vagy 3-as kártya. Igen, E30-t láttam, csak nem tudom, hogy... Na, na mondjatok egyet gyorsan, én addig meg csinálok egy fotót a játékról. Mert ez megy eladó sorba. Tesszunk, nyugodjál meg a picsába, megyünk mindjárt sétálni. Még messze van a vége, jó? De szedd már szét a lakás, mert szétverlek! Na, hát nem hiszem el már. Na, gyorsan írjatok egy számot, mert én fogok választani. Aki itt van, aki nem. 1-es, 2-es vagy 3-as, ezt kell leírni. Nincsen már innivalom. A macskát meg megölöm mindjárt. Na? Ez, ez vagy ez? Na? Gyorsan, 1, 2, 3. Aki először írja, azt választom. Azt mondja, Dávid, választom az E30-at. Nem tudom, melyik az. Na jó, hát nem választhatok. Ja, jobb 3-as, jó, az ez. Hát ez lett belőle, bazd meg. Tehát a legelső volt a 2014-es legbaszóbb autó, az aranyautó. Hát ehelyett kiítottuk az M3-as Sport evolúciót, a 89-es kiadást. Hát most abban volt a legszarabb ez a BMW közül, de hát mindegy. Ajándék autónak nézd a fogát, ő az. Mondjuk azért szerintem szép. Így azért így a valóságban begurítanák azért szerintem, nem mondanátok azt, hogy vidd a faszomba, nem? Mondjuk, tudjuk, BMW, hát ez ilyen. De legalább egy M-osztály, tudod? Nem a szart gurítják ide. Jó, megnéztem, köszönöm. Tyson, fejezd már be! Sssst! Mi fasz csinálsz már? Mit csinálsz? Fú, de megverem ezt a macskát, gyereket. Mászik be olyan helyekre, lögdösi le a játékaimat. Nem tudom, hát komolyan mondom. Na, kész az a bajnokság is. Nem, nem lehet a Tyson-tól nyugodni. Hát akartam egy órás Gran Turismo streamet, erre mi van? Szopat. Na, azt mondja, hogy megszereztük az összes. Megkaptuk a Red Bull ringet. Ez az. A görög Dragon Trail pályát és a Nürburgringet, bassza meg. Hát ez nem kéne a játékba. Fú, bassza meg. Köszi egyébként, Dávid. Hát igen, igen. Így is mondhatjuk, hogy a... meg is kaptuk volna egyébként is. Csak így elmagyarázom. Most jön a, úgy látom, a BMW-knek a mi ez a kávézó lapja. Az M3-as BMW-t mutatják be nekünk most. Tehát olyan versenyeket kell menjünk. BMW-ként fogunk most harcolni, meg fogjuk kapni az összeset. Tehát teljesen független, hogy megnyertük azt a bajnokságot, választhatunk BMW-t, így is úgy is megkapjuk. Tehát köszi, bazd meg. Na, melyik három pálya volt? Hát nézzem. A Red Bull Ring, a Nürburgring, azt azon fog utoljára menni, meg a Dragon Trail. Jó, megyünk a szokásos Red Bull Ringen. Azt mondja, megnézzük, milyen autókkal lehet menni. Azt mondja, hogy lehet osztrák, olasz, francia, német és angol autó valami.
FR-re. Tehát első motoros, hátsó kerék hajtású, a BMW-vel kell menni, ez már biztos, és 550 pp. A miénk az most 460 pp-s, tehát egy kicsit föl fogom fúrni, olyan 550 tájékára, hogy azért ne legyen egy olyan szar az autó. Egyből veszünk rá egy pályagumit, tehát ez egy sport soft gumi, az mindenféleképp kell, azzal már is 505. Tehát, és dobunk rá egy kis chip tuningot, azzal mennyi lesz? 509. 550-et nem szeretném túlhaladni, mert akkor már túl könnyű. 511, 513, egy sportkifogó, hogy szép legyen a hang. Sportfékek, 514, rugózás, az mindenféleképp 521, és még megveszem a könnyítést, avval 532. Tehát kasztit is csökkentünk, meg van egy sportgumi, az alap sport dolgokat megveszem a járgányra, és nem veszek többet. Tehát mehetnénk még itt klubsport, racing, racing, extrém, tehát itt nitrót lehet beletenni mindent. De én úgy gondoltam, hogy ezek elegek rá, nem? Még annyit talán egy könyv, ezt megveszem rá. Ez egy sport, ugye kuplung és hasonló. Hát egy kicsit jobb lesz. Illetve egy sportféket azért basszunk rá, nem? Á, nem, ez már túl jó lesz. Nem, így marad. Ezt az egyet vesszük meg. 534. Kíváncsi vagyok így. 550-es a verseny. Tehát egy kicsivel gyengébbre megyek. De mindenféleképp így izgalmas lesz. Tehát nem szeretném azt, hogy egy unalmas szar versenyt lássatok. Így az izgalmas lesz. Red Bull Ring, ugyebár most volt a Forma 1-es futam rajta, időszerű, stílusos. Szerintem mindenkinek a zsigerébe van, nekem igen. Tehát nekem fejből jön. Kíváncsi leszek erre a BMW-re. Esik az eső, kurva jó. Geci. Jó, látszik, hogy hátsó kerék, oké. Megnézzük, hogy néz ki bentről. Hát ez tipikus. Szét tudod benne nézni? Nem tudom, az hogy kell. Esik az eső, az biztos bazdok. Nézzétek már, milyen kék izé van. M4-es ellen. Lehet, hogy kéne még tuningolni, csak így halkan megjegyzem. Oké, jól néz ki az eső. És nem lehet esőgumit fölrakni, csak mondom, én meg szuper lágyakkal jövök. Mondjuk én nagy esőmenő vagyok, csak mondom. Főleg hátsó kerekes autóval. Nézd már, az meg izével megyek. Roadsterrel, bazd meg. Esik az első haver. Húzd föl a izé tetőt. Hát ennyi volt egy kör itt a Red Bull Ringen. Hoppácska! Nem olyan rossz. Na, néztem a chat halad közve. Három kör, meg lesz ez simán. Ott megy az első messze távol. Biztos nem váltok egyesbe.
Apa, neki mentem, bocsánat. Hoppá, 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 viszi a segélyt. Most már van víz a pályán egyébként. Nem is kevés. Igen, írja is, hogy most már nem hármasba kéne bevenni, hanem kettesbe, de hát gyerünk, basszuk neki. Slip gumikon érted. Ohoho, csúszik szépen, jó. Egyébként a kipörgésgátló nálam minimumra van állítva, azt hiszem egyesen. Meg is nézem, várjatok egy kicsit. Látjátok, a TC, a Traction Control az egyesen van, tehát hogyha ez hármasból van alapból a játékban, ez a kipörgésgátló. Tehát én ezt kiszoktam szinte teljesen kapcsolni, mert úgy azért kurva jó, jobbat is megy az autó. De ha teljesen ki van kapcsolva, nem bírom irányítani, tehát azért ott már én is béna vagyok. Elfelejtettem fékezni. Tadagolni kell a gázt, így halljátok is, hogy most már játszatok gázpedállal. Igen, most már csúszik. Jó néz ki az eső a játékba, rohadjon meg. Bentről hogy nézünk ki? Hát igen, így elviselhetőbb az eső is. Hát ezt nem akar a buktól érni, hallod? Figyeld, hogy megy el a picsába. A többit simán megelőztem. Hoppá, 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 azért megcsúszott a fara. Nem fogom utolérni, srácok. Kezd el állni az eső. Azért megpróbálom. Gyerünk, adjuk neki, ne fékezz ott, te hülye. Vagy te fékezz, én nem fogok. Faszomba, gyerünk, menj innen. Ne fékezgessél már, hülye gyerek. Nem tudsz vezetni, akkor menj le a pályáról, bazd meg. Hopp, 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 hopp. Hamar nyomtom a gázra. Kurva élet. Hát nem tudom megverni, nézzétek meg. Na most geci leszek, figyelj. Ó, nem. Nem volt jó. Faszom. Gyenge a kocsi. Hát jó, újra. Hát ez ilyen. Ez ilyen, srácok, nem lettem első. Nem tuningolok még. Megpróbálom. Újra. De nem hibázok, akkor megvan. Újabb három kör a Red Bull ringem. Hát... De mondjuk ez így a jó. Tehát, hogy egyet hibázol, akkor bukta. De nem szabad hibázni, szerintem ez így a jó. Hamar fordultam. Még nem vizes annyira a pálya. Egy kis lóerő még kéne azért bele, szerintem. Jók a izék, felnék. Tetszik ez a kék. Na, mazsolák, menjetek le az útról. Valaki tud vezetni.
Televizsit nyomtam le. Jaj! Még jó, hogy ilyen széles a pálya. Megpróbálok szépen versenyezni, azért látjátok. Tehát nem vagyok az a barom állat. Kurvára esik az eső, azt nagyon lehet érezni. Tolja a seggét szépen. Gyerünk kisfiam, nyomjuk. Ne villogjál ott hátul, hülye gyerek! Én is tudok ám villogni, és nem tudom, hogy kell. Egyébként megkeményszik a analóg, tehát a gázadásnál ugye a ravasz, meg visszarúg, meg minden, tehát nagyon lehet élvezni. Tehát nekem ez egy kicsit vissza van véve, de... Padló. Ez most meg lesz, srácok, érzem. Már itt vagyok a közelébe, és amit látjátok, még van több mint egy kör. Esőben ott vagyok a szeren. Csúszik azért, csúszik. Kurva anyja. Ez meg megy, mint a barom állatot. Várjál már meg! Itt fogok sokat rajta hozni. Hát a kurva élet, a nehéz. Hát ott az hosszú egyenes volt, lenyomjuk. Figyeld, hogy elmegy. Várjál már, haver! Itt meg lesz. Gyerünk, maradjunk közel! Ha hova mész? Várjál már! Ha bazd meg, ez elmegy, gyerekek. Ide kevés a szarunk. Hoppá, meg is csúszott a vas. Kevés ide a BMW-m. Azt kell mondjam, BMW. Kurva élet. Hát nézd meg, hogy elmegy. Max, ki kell fékezni. Azt lehetne, hogy kicsit durcábban menni, mint ő. Így fékezett, de nem tudom minek. Aha, csúszik, értem. Pedig látjátok, hogy határon megyek. Nincs lóerő, csúszik a vas. Bazd meg, itt vagyunk egymás mellett. Szépen versenyez Norbi, bazd meg. Azt a kurva élet. Megvan. Oké, ez szép verseny volt. Megvan. Nem volt semmi azért. Hát szerintem ez így volt izgalmas. Nézd meg, simán utolér az egyenesbe. Ennek így kell, ez így jó volt. Ez jó volt. No, srácok. Még lenyomunk egy-két futamot. Ugye megkaptuk ugyanezt a BMW-t, csak egy másik színbe. Léptem egy szintet, amiért kapunk szerintem egy kártyát.
nem, egy ruhát. Egy puma ruhát. Föl tudjuk öltöztetni benne a faszinkat. Kaptam már egy bukósisakot is, ezeket még nem találtam, hogy hol vannak, de mindenféleképp szeretném rárakni a pilótámra. Jó. Cicám, megyünk mindjárt, jó? Egy versenyt lenyomok még itt a srácoknak. Szia, Sebikém, hello, hello. Újra. Gondoltam egy kis autós tartalommal, hogy 9-ig szinte bezárólag azért legyen valami. De mindjárt befejezzük, ez az utolsó verseny. Harmadiknak kell lenni, vagy jobbnak, de hát tudjátok, maximalista ember első. És nem tudingoltam az autón megint. Tehát itt valószínű, hogy megint gyenge leszek, mint a harmad. De megpróbálom. Jó, napocskás az idő, az már látszik. Ó, baszki. Ez lehet, hogy én csesztem az egyik kanyar. Ez melyik pálya? Ne lökjél már ki. Láttad, hogy rám húzta a kormány? Azt a mindenit. Genye egyébként a gép, csak így mondom. Tehát simán kilök a gecbe. Nem nagyon szokott sportszerű le, az de jó az a BMW. Igen, felniket basznak rá, nem igaz. Nézzetek innen mazsolát, itt nem tudtok vezetni. Itt én vagyok a penge. Oké. Okay. És egyébként, ha már így itt vagytok még, holnap teljesen más tartalommal fogok jönni. Körbenézek a listán, de lehet, hogy egy jó kis western hangulatú játékot fogok nektek hozni. Azt úgy én kipróbálnám, csak egy ilyen kis taktikai játék. Hoppá, gazdom, elfelejtettem, hogy van a pálya. Harmadik vagyok már most. Az első kör végén. Szerintem ez nem rossz. Megpróbálom 4-esbe venni a 3-as kanyart. Jó, megvan. Valamit kell nyernünk. De ahogy látjátok, hiába írő kettest, be lehet ezt venni háromba is. Ez az. Ez jó volt. Tehát ez, ő ezt úgy jelzi, hogy kettes üveghang. Tehát hogy az azt jelenti, hogy a hármas fokozatba is azért be lehet kanyarodni. Hát most itt például ez a kettes középsebesség körülbelül. Itt ők szoktak lassítani, nem tudom minek. Itt át lehet dobni a kerékletén. Ja, lehet, hogy a kigyorsítás miatt, aha. Oké. Okay. Azért mozgatom a kezemet, mert így irányítom az autót, tehát még mielőtt valaki hülyének nézne. Így kanyarodunk, így. Ez legalább olyan érzetet ad, mintha lenne egy kormány, úgymond a kezedbe. Hát ennyivel stabilabban tudod a járgányt irányítani. Szerintem ez egy tök jó, hogy legalább itt gondoltak a Gran Turismo-ban már az előző részben is erre. De sokkal jobb időket lehet menni, mint hogyha analóggal irányítaná az ember. Hát ez még mindig olyan kurva gyors ez a csávó itt elől. Tehát ennek a végsebessége, annak a 4-es geci, mi az, BMW-nek. Ó, azt most elkurtam. Tehát annak a végsebessége kurva jó, azt a kanyarokba kéne behozni.
hogyha nem bénáznék most itt. Kerékvetőn jövünk. Na, ez az. Jó, van itt vagyok mellette, ez a lényeg. És látod? Sima erővel elmegy. Megpróbálom kifékezni. De, sikerült. Szerintem tök szabályosan, csak az a baj, hogy ez itt erőből visszajön. Itt az ő fékezén nem. Itt oda baszom. Itt az én vagyok a jobb ezen a kanyargó szakaszon. Ez egy biztonsági volt ez a kanyar. Jöhettem volna jobban is, de inkább 2 másodperccel veszetek. Na! Előbb kezdtem el fékezni. Hoppa, baszki! Hát azért itt van a seggembe, mit ne mondjak. Aha, menj a nyádba. Ott a kockázászló! 1,5 másodperccel nyertem. Hát ez biztos, hogy nem igen. Arra néz. Hát igen, a MotoGP-ben is lehet, igen. Az jó. Szerintem úgy jobban lehet élvezni, ahogy döntögeted. De ezt csak én gondolom így. Azért megkaptuk ezt a gyönyörű szép M3-asat. Arany színbe. Ez tiszta dzsigolós. Meg a felnéző rakás szar. Ja, bocsánat. Na! Megvolt ez is. Na figyeljetek ide, még van, köszi szépen Sebikém. Tehát van még egy utolsó futam Nordschleife-én. Megnézzük, hogy egy teljes kört kell menni. Mert ha igen, azt tudjátok, hogy vagy Nürburgringen, bocsánat. Tehát nem, ez csak egy szakasza. Tehát ezt még lejátszom. Mert így lesz teljes a úgymond a az meg megint esik az eső, a kurva életbe. Mindegy, harmadiknak kell lenni, az meg lesz. Az biztos, hogy meg lesz. Kicsit hamarabb fékezek. Én meg a hamarabb fékezés. Na, mit csinálsz itt előttem, hülye gyerek? Tanuljatok meg esőbe vezetni, bazd meg. Nekem még a kipörgés gátra is ki van kapcsolva, get. Nem akarom meglökni. Próbálok tényleg, kipász meg. Nem akarom meglökni, de nem tud vezetni. Hát nem igaz. Vigyázz, barátom, jövök. Rádobom az a kerékvetőre bátran. Esőbe érted. Hadd pörögjön a segge majd. Na gyerünk, tipli, nyomjad neki. Azért halljátok, hogy hogy adom a gázt én is. Fél gáz, most padló. Hú, ezt szeretem ezt a részt. Ez a Forma 1-es japán pálya része. Ez a kanyara, ez nagyon szeretem. Hoppá, azért megúszott az autó, semmi baj. Itt fordulunk jobbra, és utána lesz majd egy jobbra a híd alá, nem? Nem, csak ilyen ismerős. Aha, ja, itt jön a csiki-csuki. Ó, ezt szeretem.
pedig ezt szeretem, ezt a kanyart. Most elkúrtam. Figyeljetek, harmadik vagyok, ez már biztos, hogy meglep. Ez olyan ráfordító, mint a Hungaroringen. Új. Kicsit hamarabb nyomtam gázt. Ott a BMW reklám fönt. Szerintem elfejtettem fékezni. Jaj. Nem úgy áll meg az autó, ahogy szerettem volna. Itt az esőbe. Már innen a faszba, hát nem igaz. Jó van, tolja a seggét, fasza. Már van víz a pályán, az éri az egyest. De csúszik a kurva. Hogy pörög? Figyelj. Nem váltál? Hogy kipörgött? Nem váltottál, hallod? Van víz a pályán, faszra tetszik. Felúszott az autó, hallod? Menj már innen, mert amatőr vagy vízen. Félgáz. Tehát ez simán verem őket, halljátok. Esőbe szerintem perfekt. Igen, vigyázzik. Viszont a féktávra kurvára vigyázzik el. Haver, elmész a picsába, hát kilöktek, hallod? Kilök az utolsó kanyar előtt, kilök a buzi. Láttad a kilöket? Na hát ilyeneket csinálnak, tehát komolyan mondom, hát mekkora egy szemét genya. Második körre sok a víz a pályán, nagyon, ott már nagyon figyelni kell. Hát igen, megyek én mindenhol, árkon, bokron keresztül, Tomikám. Hát muszáj, basszus kis. Versenyzés a vérünkben van. De az is jó, hogy ők is lögdösik úgy, ahogy egymást. Tehát azért... Meg lesz ez most, én érzem. Figyelnem kell, hogy kilökjenek, mert genyákám. Meg a következő körben kurva sok víz lesz a pályán. Barátom, menj már az útból. Hát az meg, komolyan. Hát mit csinálsz itt? Hát keci, és nézve mit csinál. Komolyan mondom. És miatta nem tudtam megállni, mert rám tartott. Most ezt nagyon jól vettem, ezt a kanyart. Itt előbb kell fékeznek, mert előbb is kicsúsztam a picsába. Én már kezdek lassítani. Biztos, ami biztos.
Te hallod? Vedd már be a kanyart, haver. Fogta, azt nekem jött, láttad? Nem bírt megállni a nyomon. Úgy már áll a víz. Itt már áll a víz, gyerekek. Itt már csak lépdessék el a gázpedálom. Jaj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 
Drift meg volt. Na, menj innen, haver. Te nem tudsz esőbe vezetni, mondtam már. Elpörgött a vas. Áll a víz. Csúnyán áll a víz. Nem tudom, mennyire látszik egyébként, de... Oké. Jó, ez meg lesz most már. Hoppá, 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 a kerékvető, hallod? Hogy felúszott? Egyébként kurva jó meg van csinálva. Mennyire tolja a seggét. Élvezhető nagyon. És itt áll a víz a íven. Le is megyek a faszba. Na gyerünk! Majd felülszön az autó, mert úgy beszállunk a falba, mint az állat. Sokkal hamarabb kezdek fékezni. Ez még így is szar volt, hallod? Hú-hú-hú! Itt fogom elbukni. Nem indul el az autó, gyerekek, a cél! Ne. Tilt! Hú, bazd meg, ez nagyon vizes. Félgáz. Jó, mondjuk slick gumik, amik várom, mi? Fú, azt hittem elkúrom, gyerekek. Megvan. Hát igen, de láttad. Nem volt egyszerű, de megvolt. Jó, 225 kilométert vezettem ma. El is fáradtam. Hát ez gyönyörű szép M3 kupé. És ez is megvan, és akkor kész is a feladat. Főnyaljuk még a kártyát, azt kinyitom. Hát, ha kapok belőle valami értelmeset. De nem, még ez alatt a játék alatt sose kaptam belőle 10 000-nél több pénzt, illetve tuning alkat részt kaptam idáig. Autót még nem. Tehát ismerősöm már nyitott autót, így a, hát nyitott, pörgetett egy autót. Na, még itt elmond egy kis sztorit a BMW-kről. A BMW M3-as széria elkészült. Ugye itt mondja, hogy készlet mind a három. Igen, ott van a szép BMW-nk. És kaptunk egy 3 csillagos tikitet. Ó, figyeljetek, már több embert is kaptam. Na, a követ... Ja, itt igen, M3-as széria. Ezt igazán megnézzük. És igen, itt a sztori az M3-asról, ami azt jelenti, hogy ugye a BMW gyárának ez egy... Aha, igen. Tehát az első BMW Sports, aha, Company Model Activities, igen. 1972-ben hívták őket BMW Motorsportnak, tehát a hivatalos tuning céget 72 óta hívják így. Ez a gyár technikai specialitásokat vezetett be a motor és a formatervezés, illetve a túraautózásnál. Ugye 93-ban lett a neve BMW M széria, amit ugye
manapság is használnak. Igen, BMW-em. Igen, a legpopulárisabb, ugye, modell erős és populáris, tehát igen. Az első generációs BMW M3-as, őt láthatjuk, ugye, de 1985-ben debütált, és ez alapmodell a túrautózásban jeleskedett igazából. Nem mindent tudok lefordítani, azért ne higgyétek, hogy ilyen jó angolos vagyok. Tehát valami versenyautóról van szó, ami napjainkban is szerintem megállja a helyét, az M3-as pakett. Hát ez volt a kis történet az M3-asról, és akkor pörgessünk ki. Hát figyelj, ezt nem tudom, ez tökre szerencse. Tehát figyelj, így kapsz egy kártyát, ha megcsinálod a feladatokat, mint most is láttad, ezt a 3-as kártyát itt van. És ezt rá kell nyomni, hogy akarod az ajándékot? Igen, elkezd pörögni, én nem csinálok semmit. És ott pörög az autó, látod? Na most ebből vagy autó, vagy nem, tehát... De inkább nem. Mindig pénzt ad nekem. Legalább aranyat adna, érted? Arra a rudat. Kaptam érte 10 000-et. Ettől többet még nem kaptam a játékba. Csak tuning alkatrészt. Nekem az is jó. De hát lássuk be, az egy autó tök jó lenne, hogyha nyerhetnénk. Hát itt vannak a BMW-k, egyébként mindegyikről le van írva. Töviről hegyire minden. Tehát lóerő minden, tehát aki akar olvasgatni, azért megtalálja számításait. Hát van autó gazdagon. 433 autó elérhető a játékban. Ebből van meg nekem akkor most már 46 darab. Na, hát figyeljetek, fiúk, lányok, eddig tartott a mai esti stream, remélem örültök neki, hogy idáig voltunk. Én köszönöm szépen a figyelmet, az, hogy autóztam, és érdekeltiteket. Holnap jövök egy új tartalommal, megálmodom reggel, jó, hogy mi legyen az, és akkor napközben kirakom nektek, hogy mire számíthattok, és akkor várlak titeket holnap is este 6-tól szeretettel ugyanitt, és hát remélem sokan itt leszünk. Hát ha nem, az magára vessen, ezt tudom mondani. Köszönöm szépen a figyelmet, hogy itt voltatok, jók voltatok, köszi szépen, srácok. Jó éjszakát, itt volt Tyson, sziasztok! Ő nem, holnap új játék lesz, Tomi. De majd folytatjuk.